Hallgatók című mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola, amit Benedek Elekről, a híres mesemondóról neveztek el. Itt él és dolgozik két kedves tanítónéni. Szeretettel és türelemmel tanították meg kisdiákok százait írni, olvasni, számolni. Ha három szóval kellene bemutatni őket, a játék, a mozgás és a természet szeretet jut most eszembe. Mint minden tanító, mi is azon dolgozunk, hogy biztos és erős alapokat kapjanak a gyerekek, amelyekre egész életükben építhetnek. A cél ugyanaz, csak a módszerek különbözőek. Amikor elsős voltam otthon, azt meséltem, az iskolában mindig csak játszunk, de nem tanulunk semmit. Most már tudom, játszva tanulni. A mese a játék átszövja minden napjainkat. Programunk legérdekesebb és egyben legeredményesebb módját választja a gondolkodás fejlesztésének. Játszani tanít. Miközben különböző logikai játékokat játszanak a gyerekek, megismerik és megtanulják alkalmazni a szabályokat. Megtervezik és átgondolják a saját lépéseiket, az ellenfél lehetséges válaszait és azok következményeit. Programunk a városban egyedülálló. A logikai játékoknál a győzelem, a kudarc érzés kezelését, a robotikánál pedig a hibázás lehetőségét, a hiba javítását emelném ki. Logikai feladatok a kedvenceim, szeretem a fejtörőket és a rejtvényeket. A játékok királynője a sakk. A sakkos rejtvényeket imádom. Barátok, sok-sok élmény, de jó iskolába járni. Nincs annál fontosabb, mint hogy játszva tanulva biztosítsuk a gyermekek számára a harmonikus testi-lelki fejlődést. Fontosak a társakkal közösen átélt élmények, a mozgás és a játék. Mindeközben tanulóink megtanulnak társaikhoz alkalmazkodni, egymásra figyelni, együtt mozogni. Kaland és izgalom, ez jellemző a nyári táborokra. Gyalogolni vagy biciklizni, nem tudok dönteni, már mind a kettő nagyon jó. A természet közeli élmény, amelyet a kirándulás, a nyári tábor és az erdélyiskola nyújt, biztosítja az alapot a fenntartható jövőért végzett közös munkánkhoz. Saját vetemény, fűszerked, zöld osztály, csak ennyit tudok mondani. A természetvédelem mindannyiunk számára roppant fontos. Itt a vége, fuss el véle! Kedves szülők, leendő első osztályos kisdiákok, kedves érdeklődők! Szabó Marianna vagyok, a debreceni Benedek Elek általános iskola tanítónénie. 6 éves koromban ebben az iskolában kezdtem meg tanulmányaimat, majd tanítónéniként ide húzott vissza a szívem. Lassan 30 éve oktatom, nevelem a rám bízott kisgyermekeket nagy szeretettel ebben az iskolában. Szeretném bemutatni kedves kolléganőmet, Erika nénit. Üdvözlöm az érdeklődőket, Nagy Lászlóni Erika néni vagyok. Kolléganőmmel 24 éve tanítunk egy párban. Nagyon jól kiegészítjük egymást, azonos értékeket is vallunk. Fontos számunkra a szeretet, a jókedv és az, hogy kialakítsuk a gyerekekben az igényt az új megismerésére és alkalmazására. Nagy örömünkre szolgál, hogy összetartó, egymást segítő, támogató osztályközösségeket engedünk tovább felső évfolyamokba. Évelején pedig nagyon fontos feladatunknak tartjuk a nyugodt átmenet biztosítását az óvodából az iskolába. A nagycsoportos ovisoknak és szüleiknek egy mérföldkő, hogy megfelelő iskolát találjanak gyermeküknek, ahol majd jól érzi magát, hiszen tudjuk, hogy ahol jól érezzük magunkat, ott fogunk jól tanulni is. Első-második évfolyamon legfontosabb feladatunknak érezzük a megfelelő alapok lerakását. Értem ide az írás, az olvasás és a számolás alapjainak megtanulását.
Fejlesztjük a gyerekek logikus gondolkodását, az órai feladatokba becsempésztük a robotikát és a programozás alapjait. Ránk nagy mértékben jellemző, hogy nagyon szeretünk rajzolni és kézműveskedni, hiszen ez az önkifejezésünknek az egyik eszköze. Ezáltal fejlődik a gyerekeknek a kézügyessége, és az alkotás öröme hozzájuttatja őket ahhoz, hogy vidámabbá tegyük a mindennapjainkat. Szeretünk versenyeken, pályázatokon indulni, ahol nagyon sok szép eredményt is értünk már el. Hogy belekóstolhassanak iskolai életünkbe, illetve munkánkba, fogadják sok szeretettel a mindennapjainkról készült kis összeállítást. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel. Szeretettel várjuk a leendő kis első osztályosainkat. Mi vagyunk a Pongotai Tesók. Én Fanni vagyok, ez már az utolsó évem az iskolában, mivel már 8. járok. Az első és másodikos tanítónéném Szabó Marianna és Nagy Lászlóné Erika néni voltak. Ők szerezték nekem az első pozitív élményeimet az iskolával kapcsolatban. Marian néni óráin csak úgy repült az idő. Erika néni szerintem mindenkivel megszerettette a matekot. Ők úgy gondoskodtak rólunk, mintha a pótanyukáik lennének. Zsolti vagyok, 6. osztályos tanuló. Mivel a Benedekben kisfelmenő rendszer van, ezért én is Marian nénihez és Erika nénihez jártam 1. és 2. osztályban. Nagyon jó volt. Ha valamilyen problémába ütköztünk, ők egyből ott voltak, és ezért nagyon jó osztályközösség lettünk.
A legtöbb órán játékosan tanultunk. Erika nénivel napköziben, ha nem ment valami, alaposan átnéztük. Csongor vagyok, 6 éves. Szeptemberben én is iskolába fogok járni. Maria néni lesz a tanító néni.